Ember befejezte a zeneiskolát, és felvették zeneművészeti szakközépiskolába. De gondolta, inkább pincér lesz. És folytatja a zenét, továbbra is jár hozzám zenére. Valahogy úgy üljön Bálint, hogy lehessen látni is a kezét, mert igen, szép hosszú ujjai vannak, de gyönyörűen is muzsikál. Egy francia zenét fogunk hallani, úgy tudom, egy ámoros Duvernoy etüdöt. Ő a szomszédközségből jött Acsáról. Ő volt az egyetlen azon az országos harmonika versenyen, aki a Zeneakadémia külön díját kapta, de most nem azt fogja játszani, azt hiszem valami más lesz, polka lesz, ha jól tudom. Tessék, szeretettel fogadják Herédi Zsombort. De most egy zenekari szám következik, illetve kettő, egy olasz velencei karneváli muzsika, illetve egy Brahms magyar tánc. Ezek legyenek szívesek, kicsit szerelősebben jöjjenek előre, jöjjön még előre. Igen, igen, maga is. Azért magázom a diákot, mert az is magáz engem is. Nem vagyok egy győrmester, hogy én tegezzem, ő meg magáz. Úgyhogy én magázni szoktam őket. Tehát egy olasz karneváli muzsika. Érdemes Bálintot megfigyelni muzsikálás közben, a jobbról a második fiatalembert, aki az előbb játszott.
azt ő találta ki, amit fog játszani. Tehát azon belül, ami a zene, azon belül kitalált egy nagyon jó kis érdekes díszítéseket. Na hát akkor most már én is beszállnék. Csodálkozom, hogy a műsor után hulla fáradt vagyok, de egy órája nyakamba csüng a harmonika, és nem veszem észre. De nem játszok semmit rajta, csak tartom.
lehet a neve, aki ugyancsak elég ügyes és jó nevű harmonikás. Hajoljon meg, hogy lássák, hogy maga az. Köszönjük szépen! És örökelek, és kedvő közvetlen barát, az előbb az egyik itt állt nagybőgőzött, és Szabó Peti. Ők hárman erősítik a Nemzeti Színház gárdáját. Ott a Vitéz Lélek című darabban játszanak elég jó bőven. Ez egy külön élmény nekünk. Köszönjük szépen! Isten áldott benneteket! Különleges produkció következik, a Vanyó család, akiket az anyjuk fog bemutatni. Adja, most pont az apjuk, bocsánat. Jó estét, jó napot kívánok. Igen, először úgy volt valóban, ez édesanyának most más dolgokban fel kell készíteni a gyerekeket. Nos, mi hatal jöttünk Kaszúrról, aki itt volt tavaly, talán még emlékszik ránk, akkor egy kis hangszerezzene volt, én is István a király. Most egy kicsit konszolidáltabb műsorral készültünk, úgyhogy először az egyik filmünk Karsa, a csillogó trombitájával el fogja játszani a Gólya Gólya Gilicét, illetve a Láttál már valaha című nótákat. Aztán következik a Fülöp fiam, ő hegedűvel fog valami csodálatosat alkotni, de azért az édesanyja egy kicsit majd segít neki. Ő először eljátsza a Ti csak ezt a kisztok, majd pedig a polkát, majd pedig egy polkát. A két fiú még csak szeptemberben kezdte el a zenélést, úgyhogy egy kis türelmet kérek. Aztán utána jönnek a lányok is segíteni, és két kánon fognak hallani, egy ilyen bimbamot és egy postalárót. Aztán pedig a lányok Vanda és Ingrid az édesanyjával fogják zemplíni Lászlónak a régi magyar táncokból játszani a második tételt. Ők már vérprofik. Jó szórakozást kívánok, viszont! Ah!
Thank you.